Kezdődjék a mai verseny, hölgyeim és uraim, egy Whitney Houston dallal. Már is érkezik a színpadra. Lakatos Ivett! Uraim, bravo! És köszönjük szépen a President's Company táncosainak a részvételt. Ez igen, nagyon jó volt. Ivette 08-as kód, a 17631-re pedig az Ivette neveket álljuk. Mit kaptál egy ilyen... Élő szív. Élő szív. Ezt hívjuk élő szívnek? Ki dobta? Ádám dobta? Nincs is itt az Ádám. Ott van. Ott van valahol. Ilyen nagyot nem tud dobni. Hello, Ádám! Mindjárt beszélgetünk még róla, de előtte a zsűrié a szó. Hát, Ivett nagyon nagyszerű volt, nagyon magabiztos. Tulajdonképpen én már ott tartok, hogy egy kész produkcióként nézem magát. A múltkor valóban átlépett egy olyan határt, ami én szerintem az amatőrt megkülönbözteti a profitól. Mind hangban, mind mozgásban, mind magabiztosságban nagyon együtt volt minden. Nem tudok semmi rosszat mondani, pedig itt próbálkozom vele, de rendben volt ez. Mester Tamás? Az elején nagyon összenéztünk a picivel, hogy mekkorát... Hát, hogy hol vagy, aztán mekkorát énekelsz. Nagyon klassz, meg jól áll neked a szerelem. Nagyon szép pár vagytok szerintem. Azon gondolkoztam még, hogy... Tudod, mindig beszélünk ilyen falakról, hogy át lehet törni falakat, és úgy éreztem én még a múltkorjánál is, hogy az előtted áll, és hogy majd talán azt fogod a legjobban sajnálni, hogyha visszanézel majd erre a versenyre, hogy nem voltál elég bátor. De úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez a kapcsolatnak köszönhető, hogy nem megyek bele, de úgy tűnik, hogy ez most megjött. Tehát, hogy valamit, hogy felszabadult vagy, tényleg a hajad ellenére, tök jó volt a produkció. Nekem nagyon tetszett. Elhitetted velem azt, hogy tudod, hogy I'm every woman, hogy te vagy minden nő, most minden nőt képviselsz, hogy klassz volt. Köszönöm. Nem voltak hamis hangok, je. Gábor? Igen, én is azt gondolom, amit a Tomi az elején, hogy elénekelte az Ivett az első három sort, és így összenéztünk, mert nagyon-nagyon jó volt. Az nagyon nehéz, azt ő nagyon-nagyon jól énekelte. És...
És most örülök annak, hogy nem emlékszem biztosan, ugye volt olyan, hogy téged mentettünk meg, Ivet? Igen. Volt. Ugye? Hát örülök annak, hogy ez így történt. Magyarul örülök annak, hogy egy kicsit értünk ahhoz, amiért itt ülünk, mert hogy meghallottuk azt, amit nem hallottak meg azok, akiknek még nem dolga ezt meghallani. És tehát abszolút lehetett érezni, hogy az Ivet megy fölfelé, és hogy egyre jobb lesz. És Sándor is szeretne még valamit hozzáfűzni csak ehhez. Az, főleg Ivettet kérdezni, mi történt? Tehát már a múltkori alkalommal is tényleg nagyon oda tette most is. Tehát mi az a határ érdekel, amit az ember átlép, ez pusztán a gyakorlással függ össze, azzal, hogy eleget volt már színpadon, hogy magabiztosság, vagy mi történik magukban, vagy magában adott esetben? Szerintem egyre jobban hozzászokik az ember, hogy itt fel kell lépni, meg hogy... Minden dal, amit eddig kaptam, tetszik, és egyre többet gyakorlok, meg nem tudom, egyre jobban esik. Hát azért én azt gondolom, ahogy szorongatja ezt a vörös szívet, abban is nagyon sok minden benne van. De miért két hete kezdődött? Hát néhány hete, minden megkérdezzük, Ivet, Tamás, te szeretnél volna valamit mondani? Ne, egyetem szakmai, csak múltkor is belementem a Renátával egy ilyenbe, hogy ha az Ádám egyetért vele, akkor esetleg egy kicsit kevesebb smink jobban állna neked. De ezt majd megdumáljátok, nem? De kicsit natúrabb, Ádám. Benne vagy? Jó. Akkor ezt megoldottuk. Ennyi. Na jó, köszönjük szépen a zsűri véleményét. Kritikát most nem nagyon kaptál. Érdekes, hogy tényleg nagyon nagy fejlődésen menték el. Ezt emlékszem arra, amikor még a zsűri majdhogy nem leszidott téged, vagy nagyon sok hibát emelt ki a produkciókból, úgyhogy te vagy az élő példa arra, hogy hogyan kell a Megasztárba jól versenyezni. Hétről hétre beszéljünk az Ádámról. Itt állandóan szóba kerül, hogy akkor most egy pár vagytok, vagy nem vagytok pár. Te hogy tekintesz erre a kapcsolatra? Mondd ki, légy szíves. Amíg Megasztár van, addig nem tudom, én ebben még nem akarok foglalkozni, amíg nincs vége ennek a versenynek nekem. Erre akarok 100%-osan. Nem akarod, hogy mi foglalkozunk ezzel? Te szeretnél ezzel foglalkozni? És foglalkozol is. Nem. Ki volt a kezdeményező? Hát hogy zajlik egy ilyen távszerelem akkor? Ugye Ádám az Gyulán lakik, SMS-eket szokott küldözgetni, vagy meglátogat a Megasztárházban? Hát a házba nem jöhet be, de igen, SMS-ezünk. Meg... Szökni szoktál? Nem. Nem szoktál? Nem. De jó, még annyi szeretnék kérdezni, mi tetszik neked az Ádámban? Ennek ő is örülni minden. Fog, hogyha... Minden. Ez egy tömör válasz volt. Akkor ezek szerint tényleg egy pár vagytok. Ezzel szerelem, amikor azt mondja az egyik a másikról, hogy mindent imádok benned. Fáradj a többiekhez. Ivet, nagyszerű voltál, ne felejtjék, Ivettél a 08-as.